Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi jóslás július 5-éig. Ezek a kártyák, fákat, növényeket mutatnak, ezek az én kártyáim. Ebből van két csomag, két pakli, az egyes és a kettes. Mindegyikben 100 kártya van, tehát összesen 200 kártya és ezeknek a jelentése. Most ennél a jóslásnál az a fontos, hogy gondoljatok valakire. Az lehet a nagy szerelem, az lehet egy családtag, egy barátnő, vagy egy jó ismerős, valaki a munkahelyről, tehát gondoljatok valakire. Péntek. A pénteki napon a fő téma itt van, ez a kártya mutatja, ez jelenti a napnak a jelentését. Itt férfias energiáról van szó, az nálunk hölgyeknél is van, mert ezzel a mars energiával tudjuk magunkat bebizonyítani az életbe. Viszont, mivel itt férfias energiáról van szó, az jelenthet egy férfit, és ő áll most a középpontban. Most az az illető, akire ti gondoltatok, milyenek az érzések? Ezt mutatja ez a kártya. Ő mindent úgy másképp lát, mint ti, vagy ha közöltök valamit, akkor azt nem érti meg, tehát nem nyíltan mondja a véleményét, hanem mindig ilyen csavaros eszű, így tudnám kifejezni. De ez, amit ő eltitkol, ez nem mutatja ki, hogy ilyen csavaros eszű, hanem a következő kép mutatja a tetteket, azt, amit látni lehet nála, és itt ez a korona a királyságra utal, meg a büszkeségre, és jelenti azt, hogy ez az illető megpróbál uralkodni az események felett, vagy megpróbál uralkodni rajtatok. A szombati napot ezek a kártyák mutatják. A fő téma itt van fent, és jelenti a megértést. Vagy legyetek ti megértőek, vagy ez az illető megértő. Az is lehet, hogy itt egy más személyről van szó, de itt rendeződik valami. És az a személy, akire ti most gondoltok, milyenek az ő érzései, ezt mutatja itt ez a növény, és ez arra utal, hogy kell számára a biztonság érzete. De ő türelmes. És mit mutat kifele, mi látható, azt jelenti itt ez a fa, és ez lehet egy meghívás, egy meglepetés, vagy egy ajándék. A vasárnapot ezek a kártyák mutatják. Itt ez a növény arra utal, hogy kaptok egy hírt, vagy kell, hogy ti írjatok valakinek. Itt írásról van szó, és az lehet egy dokument is. Most visszatérve arra a személyre, akire ti gondoltok, mit titkol el, mi van így a háttérben, vagy milyenek az érzései, ezt mutatja ez a növény, és ez azt jelenti, hogy ő egyedül érzi magát, vagy egyedül van, de ezt nem mutatja kifele, hanem mi az, amit kifele mutat, azt jelenti ez a fa, mégpedig ez az erőt és a bátorságot jelenti. És ez volt a hétvégi jóslásom. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!